Jó estét kívánok a Prima Foci mozi nézőinek. Néhány perc késéssel kezdjük meg a Slovan Bacsfa mérkőzés közvetítését. Ugyanis a Nyitra Dac találkozóról érkeztünk éppen a helyszínre. A pozsonyiak végezhetnek el szögletet a negyedik percben 0-0. Tehát semmi lényegesről nem maradtunk le, szerencsére. Szöglet után majd elmondom az összeállításokat. Pinte vágta ki a labdát. Remekül répett közben Mészáros, egészen mélyen hátra, a hantákig. Nos tehát a Slovan összeállítása, kékmezben játszó Slované, épp Polgár indítaná jobb oldalon felsprintelő Janeket. A házigazdák összeállítása, 1-es 30-assal Kis, 3-as Szuki, 6-os Hanták, 9-es Gajdos, 16 Ducki, 17 Wolf, 20-as Sloboda, 21-es Polgár, 23-as Janek, 24-es Varagyin és 25-ös Demeter. A vendégeknél a kapuban 25-össel Holec, 2-es Mikolec, 4-es Albert, 6-os Puchner, 8-as Mészáros, 9-es Pukalovics, 12-es Hodek, 13-as Klat, 14-es Füzik, 16-os a Gólzsák Jurko, és 18-assal Pinte Attila, aki visszatért tehát a pályára hosszú sérülése után, a Slovan otthonában debütál, Mészáros ügyes cselekkel tartja meg. Indítaná Jurkot. Szuhivel szemben bedobás. Történelmi mérkőzés tehát, hiszen Szlovákia a leghíresebb és legpatinásabb egyesülete, a pozsonyi Slovan, egy csallóközi kisközség, mert mindössze 300 lelket számláló Bacsfa csapatát fogadja. És ez már önmagában is szenzáció, az eredménytől függetlenül Jurko. Ügyes adogatás után Klat tüzel, nem sokkal ment mellé, Klat fogja is a fejét, ő is szlovan nevelés, jócskán vannak szlovanisták a bacsfai mezben. A cserepadon a vendégeknél 1-essel Nagy Rudolf, a cserekapus, 3-as Csaszni, 5-ös Gonosz, 10-essel Nagy Tamás. Nézzük azonban, sikerül Füziknek szerelnie Pinte, aki középső középpályásként, szervezőként játszik, Mikolec kapja tőle, ő is szlovan nevelés, sőt szlovan kölcsön, hosszan ívelt előre, bedobás Janek. Wolftól kapják. Ducki volt szabálytalan. Illetőleg bedobás. Nem szabálytalanság, Mikoleccel szemben. Füzik végzi el a pontrúgást. 8. perc, 0-0. Klat remek a lövési próbálkozását jegyezhetjük fel egyelőre a fehérmezes bacsfajak részéről. Füzik, nagy a helyezkedés a 16-oson belül. Jön Kis, nagyot ordít. Jurko elől boxolja ki. Klat. Polgár. Puchner, ő is szlovan nevelés. Szuki hagyja Kisnek. Jurko előtt csúszott el a labda. Kis azonnal indít Sloboda felé. Pukalovics, aki most söprögetőként szerepel, Füzik, Mészáros lenne megjátszható, Albert, Füzik visszakapja, ügyes adogatás, Klat, Albert pörgetné Jurko felé, nyugodtabban is megoldhatta volna a kapitány, Ducki nem tudta lekezelni Janek bedobását, Klat. Mikulec kapja tőle. Hodek.
Ő az Inter kölcsönjátékosa, Mészáros, annak idején még József Obert, a Bacsfajak mestere irányítási alatt a szlovan ifi csapatában kezdte pályafutását. Tehát szlovan gyökerekkel Mikulec, Puchner, Mészáros, Pukalovics, Klatt és Jurko rendelkezik a Bacsfajak fél kezdő csapata. Füzik a pontrúgások mestere. Ő az Interből érkezett, akárcsak Hodek Bacsvára. Telébe találja a sorfalat, elégedett egy szöglettel. 10. perc 0-0. A hazaiak cserepadján Prole, a cserekapus, 5-össel Habai, 8-as Opsitnyík. Nézzük azonban Füzik szögletét, kisboxol, csak Mikulecig. Ügyes csel, sőt el is vállalja ezt a lövést, megpattan a gabda! Mikulec igaza volt, hogy rátűzte. 1-0 az ex-szlovanista Mikulec, 0-1. 11. perc. Suchin változtat irányt, vezetnek a Bacsfajak. Mikulec remek testcsalt mutatott be, majd a csúszós talajon jó 30 méterről pörkölte le. Suchin változtat irányt, szenzáció a téglamezőn. 1-0-ra vezetnek a Bacsfajak. Szerencsés a találat, de érvényes a gól. Mikulec nevéhez írják a találatot. Varagyin mellett Albert szerel, Jurko. Kapott egyet Suchitól. Ő megkap egy sárgát. Teljesen jogos a 12. percben. Jaska, a trencséni Jaska játékvezető. Késett egy ütemet Alberttel szemben. Suchi. Jogos a sárga lap. Óriási meglepetés tehát készülőben. De hát hol van még a vége? Nagyon jól kezdnek a Bacsfajak. Ducki takarít Jurko elől. Kérdés, mennyire zavarja meg ez a vezető találat a házigazdákat. Ügyes adogatás egyelőre. Szloboda elől, Pukalovics lép közbe. Füzik, már nem tudja megmenteni. Mészáros, biztos, ami biztos, azért buktatták, Klatt, Jurko, jól tolja meg Suchi mellett, szögletet szeretett volna, csak bedobás, mutatja a Jaska játékvezető, senki nem volt a túloldalon, csak Hodek. Mikulec a bedobással, 13. perc, 0-1. Szerencsésen megpattant lövéssel vezetnek a Bacsfajak. Hodek próbál meg lefordulni, Suchi testtel kitessékelte. Kis a kirúgással, aki Taksonyról, tehát Galántáról érkezett a szlovanba. Hanták. Visszarántja Füzik, jogos a szabadrúgás. Ducki a labda mögött. Holec biztatja a társakat. Talán Ducki kapura is küldi ezt. Jó a beadás, most fejeli ki Mikulec, Szloboda elős. Nem kímélte magát Mikulec. A Hanták elől vágta ki Janek.
Szlobodától, könnyedén. Illetve nem Szloboda, Ducki volt az. Albert és Klatt együttes erővel szerelték. Klatt csúsztatja az égbe, Mészáros, Pinte. Ügyesen szerez labdát, Klatt. Ducki buktatja. Jól tartotta meg Klatt, és ügyes csellel próbált meg elhúzni befelé. Pukalovics, Mikulec. Hodeket keresné a feléveléssel. Szuki csúsztatja, marad a bacsfajaknál, bedobás. Eltelik az első negyed óra, szenzációs egyelőre a részeredmény. Mikulec góljával vezetnek a csallóköziek. Mint egy 1500 néző a Nemzeti Stadionban. Hodek adta rosszul vissza Mikulecnek. Szép sarkazás, de Pinte szelídíti meg, Varagyin. Aztán Pinte megfuttatja Albertet. Albert röviden adja haza, Pukalovicsnak kell Szloboda elől kilőnie. Ducki, Pukalovics csukafejessel ment. Füzik, befűzte most Demetert. Jurko felé egy hajszálpontos indítás. Jól fordul le Jurko. Formás támadás eddig. Klatt. Ügyes csel. Rá is tűzi Klatt. Éppen kis kezébe. 25 méterről bátran elvállalta. Ez már a második jó lövése Klattnak. Albert hibáját. Könnyedén büntethették volna a szlovanisták. Szerencsére Pukalovics segített, Jurko harcol, Mészáros veszi le, nagyon ügyesen, Klatt, Jurko felé, nem sokon múlott, talán ha 4 centis les volt. Wolftól kapja vissza Demeter. Telébe lövik Mészárost, Hodek, illetve Pintét, most Mészáros. Pinte kéri, meg is kapja. Hodek. Nagyszerű labdát adott Jurkonak. Hodek. Egy jó csel után rátűzi. Kisnek kell védenie. Bátran próbálkoznak a bacsfejek, és igazuk van. Nagyon elszántan játszanak. Vezetnek is, teljesen megérdemelten. Pinte próbálja meg átemelni Klatt felé. Ducki. Kivág egy szólót, nem éri utol senki. Albert. Jó ütemben lép közbe, Varagyin, eladja, Pinte, kötényt oszt ki Wolfnak. Valaki lemaradt, sportszerűen kirúgja Klatt. Janek, a jobb hátvéd. Tizennyolcadik perc. Szlovan Bacsva 0-1. Wolf nem a legsportszerűbben adja vissza, hiszen egész Holecig jut a labda. Holec vágja föl, Szuchi helyezkedik. Pinte mellett tovább csúsztatta Gajdos. Varagyin egészen mélyen hátra jött az ég, Demeter. Polgár, Wolf megjátszható, meg is kapja, Mészáros nem nagyon támadja, ügyes adogatás, Gajdos, felavatja Holecet, jó lövés, szép adogatás után marad a 0-1, megvan a hazaiak első kapura lövése is, 19 percet kellett rá várni, Hodek és Szuchi, Jurka elől vágja ki, végül aztán Szuchi, Mikulec dobhat. Nos, a hazai kispadon tehát a jugoszláv, illetve a szerb prole, cserekapus, a habai 5-össel, 8-as a Lopsitnyik, 11-es Gáspár, 13-as a Brazil Dos Santos, 12-es Bukvics és 19-es az a Markus Horvát. Nézzük, óriási egyenlítési lehetőség, Holec megfogja!
ki tudta hagyni Gajdos. A 20. percben rövid zárlat a bacsfaj védelemben, egymásra tekingetnek, hol ez óriási bravúrral hárítja Gajdos szólóját, őszintén szólva azonban Gajdos packázta el ezt a lehetőséget. Egyenlíthetett volna a Slovan, marad a 0-1, hol ez bravúrja kellett hozzá. A Hodek, Mészáros, Sloboda kapja a jobb oldalon, Albert vele szemben, Pukalovics még megmenti, hogy ne legyen szöglet, csak bedobás. Wolf, Demeter, gyakran felzárkózik a támadást segítvén, a bal hátvéd, Wolf, megpecsüli a labdát a Slovan, Pukalovics páros lábbal csúszik be, szigorú az ítélet, de be lehetett fújni, szabadrúgás, 22-23 méterről, ezen a csúszós talajon, ez veszélyes pozíció. Megszólalnak a hazai drukkerek is, aztán is hallgatnak. Nagy a tanácskozás. Hanták, hagyja Duckinak, Gajdos maradott, aztán Wolf. Még egy tanács, hol lője, mi legyen a figura. Aztán hagyják Duckit, alig hanem azonnal kapura küldi. Egy legurítás Wolfnak, Wolf megtolja, Holetz másodjára kellemetlenül csúszhat a Laszti. Ez előbb is csak másodjára fogta meg, de megfogta, és ez a lényeg. Holetz eddig két jó védést mutatott be. Marad a 0-1. Hodek aláfut, Pinte lép közbe. Ügyes csel eddig. Kérdés, milyen erőállapotban lesz. Jurka felé jön Kis. Nem a legbiztosabb megoldás. Akár veszély is lehetett volna ebből. Ügyes sarkazás. Albert. Pinte. Puchner. Pukalovics. Jurka felé. Hodek. Suchinak kell kereszteznie. Demeter. Gajdos. Sloboda les határon, de nincs les. Pukalovics gyötri, előnyszabály, Gajdos hosszan tolja meg, Pukalovics bevetődve szereli. Demeter hosszan indítja Hantákot, illetve Polgárról, nem Demeter volt, az elnézést is kér. Huszon harmadik perc, 0-1. Közben a túloldalon helyet foglaló Slovan drukkerek Roman Jurkot éltetik. Továbbra is közönség kedvence, gólerős támadó. Tavaly még a Slovanban lőtte a gólokat, most már Bacsván. Holec ordibált, hagyják neki. Pukalovics és Puchner kísérte haza. Nehogy nagyobb baj legyen. Sloboda tüsténkedett ott. Hodek felé az indítás. Wolftól kapja Janek. Vissza Wolfhoz. Janek lódul meg a jobb oldalon. Hajszál pontosan kapja Wolftól. Klatt ér vissza. Mikulec, Mészáros. Klatt. Mikulec, Jurka felé, pontatlanul, Suchi lép közbe. Pinte próbálta meg megjátszani Jurkot, Wolf lépett közbe, most pedig Puchner teljesen tisztán, mondanám én. Földre rogy hanták, szigorú az ítélet, mást nem mondjak.
Ez nem volt szabálytalanság. Wolf hagyja Polgárnak. Varagyin, gólhelyzetes, mondja az asszisztens. Hiába lövi be nagyon szépen. Sloboda a 25. percben az asszisztens jelez. Marad a 0-1. Nem sokon múlott. Igaz, ami igaz, Sloboda nagyon szépen kilőtte a bal alsó sarkot. A Holec. Jurko majdnem elcsípte egészen Kisig. A két kapus összjátéka volt ez. Persze nem így gondolta Holec. Nézzük, már Demetert a bal oldalon, egyelőre senki nem támadja. Hanták. Füzik. Belép és szereli bedobásra. Marad a Slovannál a labda. Gajdos. Szöglet füzikről vágódott. A harmadik szlován szöglet. Megint Ducki végzi el. Jönnek a fejelő specialisták. A védelemből Polgár és Suchy húzódnak előre. Ducki a szögletnél. Varagyin teljesen ülesen, sőt Sloboda is, Holec magához öleli könnyedén, azonnal indítja a fiatal Klatot. Jurko, rosszul kapja Mészáros, Hodek, Pinte, szép csellel tartja meg a 33-szoros válogatott, kinek az erőléte még nem a régi, de a rutinjára szüksége van Obert csapatának. Hodek kapná a bedobást, alá fut Suchy, Hodek jól fordul le. Janek tisztáz bedobásra, Mikulec. 27. perc, 0-1. Mikulec megpattanós távoli lövésére, nem tudott reagálni Kis. 11. perc óta vezetnek a bacsfaiak. Mészáros gólhelyzetben, bizony, ha kaput talál. Kis rémült tekintettel nézte valószínűleg a labda útját, mert az vagy 30 centiméterrel suhant el a bal alsó mellett. Nem sok esélye lett volna a kapusnak, hogy hárítson. Varagyin csúsztat Albert mellett. Sloboda elől Puchner vágja ki, szó szerint ki a pályáról. Janek dobhat. Wolf. Mészáros keményen lép közbe, Wolffal szemben szabálytalan is az eset, nem kímélte Wolfot sem, meg saját magát sem. Mészáros, szlovan nevelés. Suchy, Polgár. Demeter, egyelőre nem talál társat, most jelentkezik neki Wolf. Hagyja Janeknek. Klat bevetődött. Mikulec. Beleér még Wolf. Rossz volt az indítás egyébként. Nyugtatgatják Stefan Zacskot. A tartalék bíró. Mikulec. Mészáros. Mikulec kapja vissza. Ügyesen tovább. Jurko lábbal együtt talált labdát, Janek, jogos a szabadrúgás. Füzik végzél ezt a pontrúgást is. 29. perc, továbbra is Slovan Bacsfa, 0-1. Albert természetesen ott van. Jól csavarodik középre, kifejeli azonban, Polgár jól helyezkedett.
Ducki. Janek háta mögé érkezik a labda. Nem megy a Slovannak egyelőre. Igaz, közel álltak az egyenlítéshez, csak az asszisztens jelzésére. Érvénytelenítették Sloboda első látásra jogosnak tűnő gólját. Hát ezen kívül nem sok minden jót lehet elmondani a szlován játékáról. Görcsös, hibákkal tarkított összjáték. Az igyekezettel nincs gond. Gajdos. Puchner bizonytalankodik. Füzik ér vissza és segít a védekezésben. Puchner másodszor is bizonytalankodik. Jön Albert nagyon határozott léptekkel. Mészáros lopja el. Jurko. Nincs les. Majdnem eljutott Pintéhez a labda. A túloldalra Mészáros megtámadhatja Kist. Hanták. Füzik fejeli le. Jurko. Pinte. Ügyesen forgat labdatartást. Nagyon jól műveli Pinte egyelőre, egy-két megmozdulással. Nem vagdalja el vaktában, de hát ezt az ő tudásával el is várhatjuk. Még akkor is, ha hosszú hónapokat kihagyott, ért sérülése miatt. Pinte jól játszik, és az egész bacsfai csapatról elmondható ez. Most például Pukalovics jeleskedett védekezésben. Kis. Szuhi. Pukalovics könnyedén, igaz, máshogy is megoldhatta volna. Rombolásból jeles, de ebből akár ellentámadást is építhetett volna Pukalovics, ha sikerül jó helyre adnia. Mikulec mellett földre rogy Ducki, nem láttam szabálytalanságot, annál inkább Jaska bíró. Mikulec szerint elökött. Jurko. Az egykori játékos társak nem nagyon bírják elviselni Jurko szemtelenkedéseit. Jurko pimaszkodik. Ducki. 32. perc közben. Változatlanul nagy meglepetésre vezetnek a bacsfaiak a Slovan pályán. Polgár csúsztat, Hanták elérhetetlen. Ebből sem lett különösebb gólveszély, ebből a szabadrúgásból. Holec. Volt egy-két jó védése. És valószínűleg még lesz is, legalábbis ebben bizakodnak a csallóközőek. Hodek. Jól csúsztat Jurka felé. Mészáros, egy kis fejpingpong. Sloboda fejeli le végül. Albert. Visszarántották egy pillanatra Varagyint. Klatt. A bíró nem vette észre. Mezráncigálás történt ott. Puchner rántotta mezén egyet. Slobodának. Klattot viszont buktatta Wolf. Hodek próbál meg befordulni. Polgár. Hodek rátartott. Igaz. Igaz, ami igaz. Polgár, Janek,